Nagyon sűrű 2 napon vagyunk túl. 2 gazdasági bizottsággyűlésen voltam, egy népjóléti bizottsággyűlésen, és egy sajtótájékoztatót is tartottam Károly szívével. Kedden az állami vagyonért felelős miniszterasszony Bárfai Máger Andreával volt meghallgatás a gazdasági bizottságban. 1 órán keresztül hallgattuk azt, hogy hogyan működik ez a minisztérium. De arról, hogy mi történik, arról semmit sem hallottunk. Fogalmunk sincsen arról, hogy mi történik például az Magyarország energiaellátásával, lesz-e gáz Magyarországon Ukrajnán keresztül, vagy vásárolhatjuk a drágábban Németországtól. Nem tudjuk, hogy mi van a postával, és természetesen fogalmunk sincs arról a 200 cégről, ami ide tartozik ehhez a miniszterasszonyhoz, hogy ezzel mi van. Hallgattunk arról, hogy ők hogyan ítélik meg, hogy ezek a cégek hogyan működnek, milyen viszonyok között, milyen táblázatok alapján, de hogy ezekkel a cégekkel mi történik, és hogy ezeknek milyen hatása van a magyar gazdaságra, arról semmit se tudtunk meg. Kállai Szilviával sajtótájékoztatót tartottam abban az ügyben, hogy határozati javaslattal élünk a magyar parlament felé, hogy kérje fel a kormányt, hogy tegyen meg mindent azért, hogy a Légió, a Mi Hazánk nevű szélsőoldali pártnak a félkatonai szervezetét ne egyezhessék be a bíróságra, mint egyesület. Erre törvényi lehetőség egyébként nincsen, hiszen egy félkatonai szervezetet nem lehet beegyezni. De nagyon tartunk attól, hogy ez mégis megtörténik. Ha ez megtörténik, akkor természetesen jogi útra fogjuk terelni az ügyet. Ezen felül még kértük, hogy Áder János határozottan határolódjon el attól, hogy Magyarországon bármilyen színű oldalról is jöjjenek, félkatonai szervezetek alakulhassanak, ne kövesse el azt a hibát, amit Solyom László követette annak idején, hogy nem határozott el tisztességesen, nem mondta le, nem mondta meg feketén-fehéren, hogy mi a véleménye ezekről a szervezetekről. Áder Jánosnak levelet fogunk küldeni ezügyben, és így fogjuk kérni, hogy nyilatkozzon meg. Állítsuk meg és fékezzük meg mindannyian közös erővel ezeket a gyűlölet mechanizmusokat. Kérem, hogy a hangotokat emeljétek föl és álljatok ki, mindannyiunkért, mert mi nem a társadalom részesei vagyunk, hanem maga vagyunk a társadalom. A Népjóléti Bizottságban is voltam a nap folyamán. Azért voltam ott, hogy beterjesztem azt a határozati javaslatomat, mely a kormányt arra kötelezné, hogy vezessen arról nyilvántartást, hogy a kilakoltatások által szétszakított családok gyermekei közül hányan kerültek állami ellátásba, nevelőotthonokba. Ez azért fontos, mert semmilyen nyilvántartásunk nincs erről, és így ezt a helyzetet kezelni sem lehet. Elég nagy vita alakult ki, ellenzéki képviselőtársaim természetesen mellettem voltak, sőt, a kormánypártról is, kormánypárt részéről is érkezett olyan állásfoglalás, mely szerint van valami a javaslatomban, de sajnos idézőjelben természetesen a javaslatomat nem fogadták el, úgyhogy sajnos ez az indítvány elbukott, de természetesen nem adjuk föl ezt az ügyet. A sűrű 2 nap végét a gazdasági bizottságban zártam, ahol Varga Mihályt hallgattuk meg a költségvetésről. Természetesen megint meghallgattuk, hogy minden rendben van, bár kicsit ijesztő volt, hogy elkezdett célozgatni arra a pénzügyminiszter úr, hogy válság jöhet. Természetesen tettem fel kérdéseket, azokat is, amiket a Facebookon kaptam. Arra a kérdésemre, hogy mi lesz a bérek fölzárkóztatásával az Európai Uniós szintre, ami ugye még az elmúlt években is a kormánypropagandának a középpontjában volt, semmilyen választ nem kaptam, azt gondolom, hogy ez mindennél többet elmond. Érdekes volt, hogy Varga Mihály arról beszélt, hogy bérlakásprogram helyett, hogy munkásszálló programot indít a kormány. Kérdésemre, illetve furcsa arckifejezésemre azt mondta, hogy ezek a munkásszállók ma már szállodai színvonalúak, de is lehet ellenőrizni. Úgy döntöttem, hogy meg is fogom tenni, le fogom csekkolni, meg fogjuk nézni ezeket a munkásszállókat a jövőben.